A Komáromi Városmarketing Kft. Nevében köszöntjük Komárom oldalának nézőit, a Szőnyi városrészből jelentkezünk, a Kemencés házból Imho Forsolyával beszélgetünk. Egy kedves kis történettel, egy kedves kis játékkal készültök a húsvéti ünnepek előtt. Kedveskedtek a Szőnyi városrészben élőknek, a komáromiaknak és mindenkinek, aki ellátogat majd erre. Mi is ez a játék, mit kell előtt tudnunk? Üdvözlök mindenkit a Kemencés házból. Ennek a fantázia neve a Nyuszi teke, és teljesen úgy működik, mint az igazi teke, csak újra felhasznált anyagból, mint például ugye az én kezemben az ásványvizes palacból készült. Azért is terveztük ezt a játékot, mert maga a készítés és a játék is családok számára is nagyon vicces lehet, és húsvétkor, ha már nem mehetünk locsolkodni és látogatóba, akkor ezzel eltölthetjük az időt, és nagyon jó szórakozást jelent a családoknak. Nagyon egyszerű az elkészítése. Lehet petpalackot, kisebbet, nagyobbat, üdítős flakont, és ugye a teke bábura egy nyuszi fejet applikálunk. Ha valaki szeretné, akkor lehet kis csibét is, vagy bárenykát, de ez most a nyuszi teke. És ugye ehhez biztosítunk majd mi sablont. Ugye egy sablon, ami itt található, igen, majd folyamatosan ezen, igen, a fán. Igen, ezen, ugye? A kis tojásfán. Illetve írtam egy kis leírást maga az elkészítésről és a játék menetéről. Ezt március 31-től, szerdától veheti el, aki szeretné, ide eljön a Kemencés házhoz a Kossuth Lajos utcába, és nyugodtan egyet elvehet, és otthon könnyebben el tudja készíteni a sablon alapján. Ugye ezt színes papírral lehet például a nyuszi masnyát elkészíteni, de be is festhetik. Filztollal ki lehet színezni ugye a szemét, orrot, bajszot, fület készítünk. És ugye én ezt úgy próbáltam meg egyszerűbben megcsinálni, hogy maga a nyuszi fül, vagy a nyuszi fej hátuljára rá ragasztottam egy... Hát ez egy kötöző zsinór, de lehet fonal is, és akkor ezt kell rákötni a palasz nyakára, és kezdődhet is a játék, ugye felállítjuk őket úgy, mint a tekebábukat, hogyha 10, ugye akkor hátsó sorban 4, majd 3, 2 és 1 bábút. Ha valaki szeretné, hogy izgalmasabb legyen, akkor rá is rajzolhatja, hogy mennyit ér az a bábú, egy számot, és egy labdára van még szükség. És hát mindenképp a sablóra, tehát a tojásfából, igen, most nyuszi teke lesz itt a Kemencés ház előtt. Tehát akkor még egyszer, 31-től meddig? Húsvét végéig, és hogyha fogyóban van, akkor mi ezt feltöltjük. Imho Forsolyának köszönjük szépen, köszönjük, hogy a rendelkezésre álltunk, tehát akkor szerdától mindenki jöjjön ide a Kemencés házhoz, és a tojásfáról válasszon egy nyuszi teke sablont, és hát nagyon jó szórakozást kívánunk az ünnepek alatt. Viszontlátásra!